Köszöntöm a nézőket! Megtartotta idei első tervezett ülését a képviselőtestület. A grémium elfogadta a város 2019. évi költségvetési rendeletét, valamint döntött a tisztes polgár kitüntetés adományozásáról is. Első napi rendi pontként szerepelt az ülésen a Települési Értéktár Bizottság 2018. év második féléves munkája. A szervezet tevékenységéről Bodor Éva elnök számolt be. Törvény írja elő, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről határozattal rendelkezzen az önkormányzat. A testület döntött arról, hogy a következő három évben nem kíván hitelt felvenni. A grémium tárgyalta a 2019. évi költségvetését, amelynek fő összege meghaladja 24 milliárd forintot. Alapelvként szerepelt az előterjesztés a költségvetés összeállítása során egyrészt ugye nyilván a város takarékos, biztonságos működtetése, a kötelezően ellátandó feladatoknak a biztosítása, a szociálisan rászorultaknak a támogatása, az elindított beruházások megvalósítása, azokhoz a forrásnak a biztosítása, vagy a forrás rendelése, az új beruházásokhoz nyilván ahhoz is a forrásnak a biztosítása, a tudatos város üzemeltetés és városfejlesztés. Tehát nyilván az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati munkában, a pályázatok figyelése, mind az Európai Uniós, mind a hazai pályázatok és a figyelése és ezen pályázatokhoz az önrész megteremtése. Elsőrendű szempont volt, tehát a tervezési szakaszban elsőrendű szempont volt az a költségvetés kapcsán, hogy egy olyan költségvetést állítsunk össze, amely alapvetően az önkormányzat kötelező feladataira összpontosít, amellett természetesen az önként vállalt feladatokra is nagy hangsúlyt szerettünk volna fektetni, de csak úgy, hogyha a kötelezően vállalt feladatok nem sérülnek. Tehát ez egy kiinduló pont volt, hogy a kötelezően vállalt feladatokat teljesítsük, és csak aztán az önként vállalt feladatokat. Alapvetés volt még a költségvetés összeállításakor az, hogy egy átlátható, biztonságos működést valósítson meg az önkormányzat számára ez a költségvetés. Nagyon fontosnak tartottam a költségvetés összeállításakor azt, hogy a szociálisan rászorulóknak is megteremtsük a lehetőséget, hogy ők is alapvetően megfelelően tudjanak részesülni majd a 2019-es évben is a költségvetési keretből. A városvezető azt is elmondta, hogy folytatódik a hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak, valamint az óvodapedagógusoknak a bérrendezése. A költségvetés fontos része a tartalék is, amely forrás biztosít a bizottsági pályázatokra, a részönkormányzati, a polgármesteri, az alpolgármesteri és az egyéni képviselői keretekre, valamint az egyelőre nem látható kiadásokra. 11 milliárd forintnál is többet fog költeni az önkormányzat a beruházások. A Dunapartnak, a Gesztenyesor és környezetének a felújításának a tervezése, a kamaramozi terem kialakítása a Csengei Dénes Kulturális Központban, a Vácika útnak a út és csapadékcsatorna és közvilágítás építése, a Paksi Életfa Idősek Otthonának a bővítésének a kivitelezése, az új városközpont, Táncsics Park és a volt konzervgyári területeknek a fejlesztése, a városi sportcsarnok, jégcsarnok és stadion építéséhez kapcsolódó telekvásárlások, valamint tartalmazzák a beruházások még a pályázatokat, itt ugye a kerékpárútra gondolok, a Paks-Dunakömlőt közötti kerékpárút, vagy a Proteus Smart Grid projektet, ugye a elektromobilitáshoz kapcsolódó projektet, elektromos busz beszerzést, illetve magát a stadion építést is tartalmazza ezek a beruházások. Felújításokra mintegy 3 milliárd forintot különített el az önkormányzat. Ősz utca, Völgy utcának a teljes körű kivitelezése, az Anna utca teljes körű kivitelezése, faltól falig történő felújítása, a Gesztenyés út kritikus szakaszának, tehát a Kishegyi út és a Ifjúság út közötti szakaszának a faltól falig történő felújítása, vagy akár ugye a Kurcsatov utcai tömbelsők felújításának a második üteme, kivitelezésről van szó. Ezek mind olyan felújítások, amelyek a közeljövőben, tehát
egy-két hónapon belül már maga kivitelezés is el tud indulni. Szabó Péter szerint fontos, hogy az intézmények színvonalas működéséhez biztosítsák az anyagi forrást, csak úgy, mint a szociális támogatásra és a lakhatás minőségét célzó beruházásokra. Azt is elmondta, hogy a város üzemeltetése mintegy 2 milliárd forint szerepel a költségvetésben. A rendeletet egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. 2019-es költségvetés kiegyensúlyozott a város működését biztosítja. Azok a beruházások, amik már régóta tervezve lettek, most megvalósításra kerülhetnek. Igaz, hogy lépcsőzetesen, fokozatosan, tehát nem ebbe az évben fog minden megvalósulni. Nagyon fontos a város számára, hogy azokat a szolgáltatásokat folyamatosan fent tudja tartani, amely a városlakó komfortérzetét növelni tudja. Erre külön keretek vannak elkülönítve, és nagyon fontos az, hogy a város működése az folyamatosan biztosított legyen. Mindenképpen örvendetes, hiszen majdnem 25 milliárd forint, de hát ez ugye egy most speciális időszak, itt új nagy beruházás van, úgyhogy most jönnek ide a pénzek, de azt hiszem, Paks egyébként se áll rosszul. Azért az nem is hangzott el, és most akkor elmondanám most, hogy ebből azért 2,6 milliárd az EU-s támogatás, tehát több, mint a költségvetésünk 10%-a, még Pakson is az EU-s támogatás, ez mindenképpen egy rendkívüli összeg, amit meg kell említeni. Sokan hangsúlyoztuk, vagy többen is hangsúlyoztuk, hogy az a mi felelősünk, hogy felelősen kell, hosszú távon is felelősen kell gazdálkodni, nem szabad túlvállalni magunkat, úgy kell a nem kötelezően ellátandó feladatainkat finanszírozni, hogy a költségvetésünk az 10 év múlva is ilyen szilárd talajon álljon, ilyen szilárd lábon álljon, és akkor is finanszírozható legyen a város az összes intézményével és az összes jóléti szolgáltatásával együtt. Nagyon örülök ennek a költségvetésnek, hát eleve ugye a nagy költségvetés, ez a 24 milliárd, ez elég komoly beruházásokat sejtett és elég komoly városfejlesztést. Annak kifejezetten örülök, hogy olyan 20 éves ígéretekhez, amik ugye az elmúlt időszakban ígéretek voltak, de most megvalósulhat, amit a városháza felújítása, idősek otthona, vagy a lakótelep központi park, ezek benne vannak ebben a költségvetésben. Elég számos utcafelújítás is szerepel benne. Egy picit attól félek, hogy találunk-e annyi vállalkozót, és találunk-e annyi munkaerőt, aki ezt meg tudja valósítani, hiszen ott érzek egy kicsit problémás területeket. De azt hiszem, hogy ez a költségvetés ez nagyon előremutató, és hosszú távon meg fogja határozni a város jövőbeni arcát, arculatát. Ezzel a költségvetés, ezzel rengeteg munkával rengeteg probléma is fog érkezni. Nagyon sok türelmet szeretnék kérni a városlakóktól, hiszen biztosan lesznek olyan időszakok, leginkább az Anna utcára is éppre gondolok, ahol elég nehéz lesz a közlekedés egy ilyen időszakban, hogy türelemmel viseljék, és az a cél, hogy a lehető legjobb minőségű munkát és a legjobb városfejlesztést tudjuk biztosítani. A város életében a legnagyobb ívű költségvetésről beszélünk, köszönhető nyilván ez annak az állami támogatásnak, ami már a Paks 2 beruházás kapcsán érkezik a városfejlesztési feladatainkra. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly, nagyívű költségvetésről beszélünk, ami nem csak az idei évet alapozza meg, illetve nem csak az idei évben fognak már a polgármester úr által is említett beruházások megvalósulni és elindulni, hanem a következő évekre is kihatása lesz, hiszen olyan komoly beruházásoknak az előkészítése és tervezése, illetve beruházásokhoz terület vásárlások fognak megvalósulni az idén, amik a következő éveknek a nagy beruházásainak elengedhetetlen részei. Elég nagy volumenű költségvetés. Én, mint a 8-ös számú választókerületnek a képviselője, örömmel nyugtasztom, hogy sok olyan tételsor szerepel, ami a körzetnek a fejlődését szolgálja. Itt a legnagyobb dolog a Dunakömlődi kerékpárútnak a beruházása, ami jelen pillanatban már folyik. Jelentkező problémák, gondok azért bizottsági üléseken szoknak általában lecsapódni, és amin lehetett, azért változtatott az előterjesztő, és mi is engedtünk valamennyit. Mert jól belegondolunk, mindegyik képviselőtársamnak a saját körzetibe lett volna bőven azért még mit előterjeszteni. Én nekem is, de kompromisszumot kötöttünk olyan szempontból, hogy vannak beruházások, amik fontosnak, igen, hát a majd a Paks 2 beruházásra kapcsolatban.
és azokat prioritást élvezve, de közben azért Paks szem előtt tartva azt is, azért kisebb-nagyobb sérelmek azért vannak. Én nekem is az én körzetemben azért, hát azért 4 évvel ezelőtti ígéretünkbe beletartozott a Szent Háromság tér, az Üstökös utca, Hidegöld utca vége, de ahhoz, hogy egy házat építsünk, azért először az alapokat kellene lerakni, utána kellene tetőt rárakni. Most itt is a vízelvezetésekkel kellett volna az én körzetemről beszélni, természetesen kezdeni. Hát ez következő testületre fog várni, több mint valószínű. Elég nagy sérelmet okoz az, hogy most már körülbelül 3 éve ígérgetik a Bezeredi iskolának az éttermét, igen. Most ígéretet kaptunk, hogyha kapjuk májusban ezt a komolyabb összeget, akkor abból. Oda kell figyelni a testületnek a továbbiakban, mert nem biztos, hogy sokáig tartható, és talán egy-két gondolata, hogy miért is gondolom ezt, ugye külső államháztartáson belüli kormányi összeg 8 milliárd érkezett, ami ugye ezt a költségvetést főösszeget lehetővé teszi, de ez egyben elgondolkodtató és a későbbiekre való tekintettel ez egyfajta kötelességvállalást is ránk terhelt, mert ezek beruházások már címkézettek, tehát innétől kezdve ezen főösszeg már a következő évi költségvetésre is kihat, és kötelezettségvállalást ró ránk. Tehát ebből, hogyha megnézi valaki a 6-7-es mellékletet, ami 10 milliárdos tételt tartalmaz a beruházás és felújítási sorokon, akkor látja, hogy a saját önerő egy 2 milliárdos tétel, az összes többi ebből adódik. Innétől kezdve a másik sarokszám, amit érdemes megnézni, az önként vállalt és a kötelezetten vállalt feladatok kapcsán, ami 20-80%, tehát igazából a kiadásaink megnőttek, és hosszú távon úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy tartható. A költségvetés támaszkodik a további bejövő kormányzati pénzekre, mert ugye nem, egyébként nem fogjuk tudni folytatni azokat a feladatokat, amelyek ránk várnának ezen területen. Tehát így összességében azt mondom, hogy azok a célok, amelyeket kitűztünk magunk elé, szépek, hogy mennyire lesz hatékony, és mennyire leszünk hatékonyak, az elmúlt évekhez viszonyítva is aggályaim vannak. Megvalósíthatónak tartunk, persze nagyon-nagyon gondos odafigyelést igényel, és mindenkitől 101%-ot. Nagy erőt és energiát kell arra fordítani, hogy a városban a közlekedési koncepciót úgy alakítsuk ki, úgy tudjuk elfogadtatni, hogy az működése jó legyen. Gondolok én itt csak egy pár példával, parkolás iszonyatos problémát okoz. Gondolok én arra, hogy a piacon lévő kedd és péntek, de inkább a péntek iszonyatos parkolási gondok vannak, oda mindenféleképpen egy parkolóháznak a tervezését kellene megoldani. Gondolok arra, hogy az alvégbe egy olyan elkerülő utat kellene építeni, persze, hogy a terrorautók ne legyenek be engedve, hogy bemenjenek egy 20-30 kilométerrel táblákkal kihelyezve, ilyen súranó pályánként használni, hogy az ott lakók ne jöjjenek be a belvárosba, és szerintem ezek a részek ez már nagyon sokat segít. Mondhatni azt, hogy a különböző részekbe 3 olyan ház van, amivel meg kellene egyezni azzal, hogy ez teljes mértékben a Kossár utcától, pontosabban a Táncsics utcától egészen a Duna utca bekötőig mindenféleképpen át tudjunk jönni. Ha ez meg lesz, akkor nagyon nagy segítség lesz. Persze én azt tudom, hogy én ezzel 2005 óta küzdöm, dolgozok benne, és mégse tudjuk véghez vinni egyből a kettőt. Türelmes vagyok, dolgozom benne, megpróbálom megoldani. Mi az még, ami igazából nagyon kellene? Még nagyon sok minden, nagyon sok a rossz járdánk, vannak útjaink, van egy gyönyörű játszótér, ami elkészült a vízajátszótér, be van most már kerítve, víz van. Az oda vezető út, nem is értem, nem lehet végig tolni úgy a babakocsit, hogy a gyerek az vagy ne aludjon, vagy ne ébredjen föl, mert valami történik vele. Ugyanígy van a kisgyerekkel is, aki egy rollerra száll, egy biciklire száll, döcög végig. Én nagyon szeretném, hogyha ezek a részek meg tudnánk valósítani, persze ebbe a költségvetésben most nem fér bele. De én látok rá esélyt, hogy ez megoldódjon, hisz én nem tudok olyan évről, amikor a költségvetése legalább
hatszor, hétszer, de volt, amikor tízszer is alakítottunk egyet, és mindig megpróbáltunk abba az irányba, ha valami mégsem jött össze, akkor ezt megoldjuk. Bizonyos mértékig kétségeim vannak afelől, hogy ezeket a nagyívű beruházásokat, sok mindent el lehet esetleg kezdeni, de az eddigi tapasztalatok szerint úgy gondolom, hogy akár a felújítások és beruházások terén nem biztos, hogy mindent végre fogunk tudni hajtani. Nagyon meg kell erősíteni a műszaki osztályt, hogy legyen arra kapacitás, akik ezeket végre is hajtják és megcsinálják. Úgyhogy ez egy komoly kérdés lesz, egy nagy kérdés lesz. Azon kívül én a képviselőtestületi ülésen elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy a kormánynak is a programja, hogy a családvédelem és a családok erősítése Magyarországon, ehhez kéne nekünk is abban csatlakoznunk, hogy a bölcsődei programokat azt mindig ezt egy kicsit előbbre kéne hozni. Tehát ezekben a beruházásokban a prioritásokon nyilván lehet változtatni, ugye megvannak a sorok között is van bizonyos mértékű átjárhatóság, és én azt hiszem, hogy ez a költségvetés egy elfogadott költségvetés, de ugye tudjuk azt is, hogy most például a 18-as költségvetést most módosítottuk 8-szor, tehát a költségvetést mindig lehetőség van arra, hogy lehet módosítani. Az, hogy a sorok között átjárhatóság van, ez bizonyos mértékű szabadságot jelent. Én azt szeretném még, hogy ezek a nagyívű költségvetések mellett, vagy a nagyívű költségvetésben és a nagyívű beruházások mellett azért mindig egy-egy apróságra is, amit az apróság mellett ugyan 10-15 vagy 20 millió forintot gondolok, tehát hogyha adódik évközben egy olyan, hogy valamelyik körzetben valamilyen sürgős munkát el kell végezni, akkor azt meg lehessen. Tehát, hogy a mindennapokról is szóljon egy kicsit a költségvetés, ne csak egy ilyen több évre szóló nagyívű költségvetés legyen. Bagdi László a testületi ülésen a város közlekedési koncepciójához is hozzászólt. Javasoltam polgármester úrnak egy munkabizottság létrehozását, hogy üljünk le és foglalkozzunk azzal, hogy menjünk sorba, ha már sok millió forintért elkészítettünk egy ilyen koncepciót, közlekedési koncepciót, akkor ebben ezt most apró pénzre kéne váltani, és ebből van egy csomó olyan dolog, amit meg lehetne oldani, amit a közlekedésében érzékelni is lehetne, hogy valamit javul a helyzet. Ugye szóba kerülne mindig az elkerülő út, de hát az elkerülő út a belvárosi mindennapi közlekedést, a gyerekek iskolába hordását, ilyesmit, azt nem fogja megoldani. 8. alkalommal módosította a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, valamint új helyi rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásán jó következményeiről. Az új rendelet február 25-én lép hatályba. A grémium megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításáról, valamint a településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatban készült előterjesztéseket is. Emellett véleményezték a partnerségi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes partnerségi bejelentkezéseket és észrevételeket. Az eljárásban partnerként a megadott határidőn belül 10 fő jelentkezett be. Itt szerepelnek a partnerek, viszont arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy azon partnerek, akik a megadott határidőig az eljárásban nem jelentkeztek be, nem kerülnek kizárásra. Az eljárás további szakaszaiból későbbi fórumok során is lehetőség lesz a bejelentkezésre. A grémium egyhangulag elfogadta a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését, valamint a gazdasági program 2018. évi teljesüléséről szóló beszámolót. 2015-ben fogadta el a képviselőtestület a 7 évre szóló gazdasági programot. Ezekben olyan beruházások, felújítások szerepelnek, amelyek hosszú távon kell, hogy megvalósuljanak. A tavalyi évben, 2018-ban 4 projekt lépett a megvalósítás útjába ebből a gazdasági programból. Az egyik a elektromobilitásról szóló projekt, tehát ugye ez a Smart Grid program, a Proteus program keretében. A másik nagyon fontos a kerékpárút, tehát a Paks-Dunakömlőt közötti kerékpárút.
illetve a harmadik a polgármesteri hivatal energetikai felújítása, amely a napokban fog elkezdődni, a kerékpárútnak a kivitelezése már elkezdődött. Módosította a grémium a közbeszerzési szabályzatot, illetve döntött arról is, hogy pályázati önerőt biztosít a Csengely Dénes Kulturális Központ kamaramozi termének kialakításához. Első lépésben a tetőszigetelést fogjuk megoldani. Ennek a kivitelezése a elkövetkezendő hetekben el fog kezdődni, a szerződés kötés már elő van készítve, és ennek kapcsán a Csengely Dénes Kulturális Központban kialakításra kerül egy kamara moziterem. Erre a forrást egyrészt a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázat útján próbáljuk előteremteni, illetve természetesen önerő is szükséges. A beruházás összköltsége 54 millió forint, ebből a pályázati támogatás 49 millió forint lehet, az önkormányzat 5 millió forint saját forrást biztosítana. Az ülésen szó volt még az egészségügyi alapellátási körzetek ellátásáról is. Véleményezte a grémium az általános iskolai felvételi körzeteket, valamint döntött arról is, hogy pályázatot ír ki a paksi Bóbita bölcsöde és konyha, a paksi Benedekelek óvoda és a paksi Napsugár óvoda intézményvezetői állásaira. A jelenlegi vezetők szerződései 2019. július 31-én lejárnak, ezért a testület a kiírást követően várhatóan májusban bírálja el a beérkező pályázatokat. A grémium döntött arról is, hogy nem értékesíti önkormányzati tulajdonú Kossár utcában lévő ingatlanját. Vételi ajánlat érkezett az önkormányzat felé a Kossár utca végén található ingatlannal kapcsolatban. Az önkormányzat most úgy döntött, a képviselőtestület most úgy döntött, hogy ezt a vételi ajánlatot visszautasítja, hiszen a hosszú távú terveink között szerepel az, hogy ezen a területen egy átmenő forgalmat szeretnénk megvalósítani, tehát ott egy utat szeretnénk építeni. Az önkormányzat csere lehetőséget fog felajánlani a kérelmezőnek. Elfogadták a képviselők a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát, és új tagot választottak az intézmény felügyelő bizottságába. A polgármester javaslatára Benke Gábor fogja betölteni a posztot. 19. napirendi pontként tárgyalták az ülésen Horváth Zoltán a munkatörvénykönyvével kapcsolatos előterjesztését. Szerettem volna az álláspontomat ismertetni azok felé, akik nem teljesen értik, vagy nincsenek egészen tisztában azon okokkal, amelyeket mi felvetünk jelen pillanatban. Így szerettem volna rávilágítani, hogy nem csupán egyfajta szerződés létezik, amelyre valóban nem hat ki a jogalkotónak a módosítása. Azon másik szerződési formák, amelyekre viszont kihat, igencsak a gyakorlatban megnehezíti a munkavállalók életét. A képviselőtestület nem fogadta el a módosítási javaslatokat. Ezt követően felsőoktatási helyi egészségügyi ösztöndíjpályázat alapítását javasolta Horváth Zoltán képviselő. Mindenki tisztában van azon problémákkal, amely az egészségügyet jellemzik. Betöltetlen körzetek, állások, praxisok hiányoznak országszerte, és ez alól sajnos Tolna megye és Paks sem vonhatja ki magát. És úgy gondolom, hogy egy lépést tesz az előterjesztés a megoldás felé, azzal, hogy egyfajta ösztönző támogatást nyújt a kezdő szakterületen dolgozók részére. Eddig is ugye megtett mindent a város annak érdekében, hogy az orvosokat, mind a házi orvosokat, felnőtt házi orvosokat, mind a gyermekorvosokat ide tudjuk csábítani Paksra. Ugye nyilván szolgálati bérlakást biztosítunk az ide érkező orvosoknak, a rendelőt is biztosítjuk, felújítjuk a rendelőket folyamatosan, eszközöket is biztosítjuk az orvosok számára. Tehát én azt gondolom, hogy mindent elkövetett az önkormányzat eddig is, annak érdekében, hogy ide csábítsuk ezeket az orvosokat, összhangban és együttműködve Bodnár Imre főigazgató úrral, aki tényleg nagyon sok mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon.
Az előterjesztés elfogadását a képviselőtestület egyhangulag támogatta, valamint javasolták, hogy terjesszék ki a pályázatot, és a szociális ágazat dolgozói és óvodapedagógusok részére is írják ki. Fontossága más szakterületekre is kimutatható, viszont úgy gondolom, hogy akkora ciklust ölel át, tehát 8-12 év még egy tanulóból véglegesített szakemberi fog válni, hogy utolsó órában vagyunk, hogy ezen lépéseket megtegyük. Az ülésen döntés született arról is, hogy Viszmajor pályázatot nyújt be az önkormányzat a belügyminisztériumhoz egy Deák Ferenc utcai pincebeomlás okán, és határozatot fogadott el a testület arról, hogy a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott támogatói összeget közművelődési intézmények felújítására és karbantartására fordítja. Az ülésen módosították a Vakbottyán Tehetséggondozó Alapítvány alapító okiratát, illetve támogatásáról biztosította a testület a Paksi Katolikus Egyházközséget, amely a Szent Vendel kápolna felújításával kapcsolatban fordult az önkormányzathoz. A testület úgy döntött, hogy az épület rekonstrukciójának tervezéséről szóló pályázatot benyújtják a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. Zárt ülésen tárgyalt a képviselőtestület a tisztes polgár kitüntetés adományozásáról. Molnár Imréné, Ancika néni, talán így én azt gondolom, hogy mindenki jobban ismeri Molnár Imrénét, aki tényleg hosszú-hosszú évek óta látja el azt a odaadó feladatot, hogy a szociálisan rászorulóknak nyújt támogatást. Mi ebben az önkormányzat természetesen anyagilag is támogatja, és én azt gondolom, hogy most erkölcsileg is sikerült elismerni Ancika néni munkáját. A másik kitüntetett, tisztes polgár kitüntetett pedig Siklósi Mátyás, aki én azt gondolom, hogy talán az utolsó kádár Pakson, aki szintén hosszú-hosszú évtizedek óta állítja elő a borászaink számára a hordókat, és azt gondolom, hogy ő ezzel, hiszen Pakson azért a Sárgödör térnek és a borászatnak szerencsére a rendszerváltást követően azért most már egy komoly hagyománya van, ugye ő ezzel, én azt gondolom, hogy nagy mértékben járult hozzá Paks hírnevéhez. Molnár Imréné és Siklósi Mátyás a március 15-i városi ünnepségen veheti át az elismerést. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. A képviselőtestület március 13-án tartja a legközelebbi ülését, kövessék figyelemmel műsorunkat akkor is, legyen szép estéjük, viszontlátásra!